Üdvözöllek benneteket a csatornámon. Köszönöm, hogy kiválasztottátok a videómat. A mai nap indiai asztrológiája. A hold a rák jegyében található, és ez a víz elemét mutatja, ami kapcsolatban áll az érzelmeinkkel. A mai hold hat a Mars bolygóra. Ez annyit jelent, hogy az érzelmi világunk kihat a tettekre. De jelenti azt is, hogy a férfiak kimutatják érzelmeiket. Hold egy szögletes kapcsolatban áll Vénusz bolygóval, ami bennünket, hölgyeket illet, és mutatja a belső szomorúságot, sőt, még a dühöt is. De egy nagyon jó Neptun és Szaturn hatás a Vénusz bolygóra azt jelzi, hogy túltesszük magunkat az érzések felett. És könnyedséggel hamar elbúcsúzunk ezektől a gondolatoktól vagy érzésektől, ami bennünket elszomorított. Ha ez sikerül, elérjük azt, hogy rendeződnek a dolgok a párkapcsolat területén, vagy ami nekünk problémát okozott, azon túltesszük magunkat, így stabilizálódnak a dolgok. Ez a kellemes Neptun-Vénusz energia befolyásolja a kreatív munkánkat is. És Szaturn segít nekünk, hogy ez stabilizálódjon. Hold a Pushia holdházban található. És ez annyit jelent, hogyha hallgatunk a belső hangokra, elérjük azt, hogy a kedvező időben, a kedvező helyen vagyunk, ami nekünk előnyös. És ez volt a mai horoszkópom, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!